Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit mai sajtótájékoztatónkon, ahol Tolna megye 2. számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltjét mutatjuk be, és hát engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezt a bemutatást elvégezhetem. Nem is szeretném sokáig húzni a szót. Mellettem ülő Fenyvesi Csaba lesz a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje a 2018-as országgyűlési választásokon. Mindenképpen szeretném azt elmondani, hogy mind a 106 választókerületben a Jobbik arra törekedett most a 2018-as országgyűlési választásokra, hogy a legjobb jelölteket találja meg. Tehát nem csak arra, hogy mind a 106 választókerületben indítsunk jelöltet, hanem hogy mindenhol a lehető legalkalmasabb jelöltet találjuk. És én azt gondolom, hogy Csaba személyében itt a Bonyhád, illetve Dombóvári választókerületben ezt kiválóan sikerült megvalósítani, hiszen akár közgazdasági, közgazdász pénzügyi területen eltöltött szakmai múltjára, akár a Jobbikban betöltött pozíciójára és jobbikos múltjára tekintünk. Mind a kettő egyformán hasznos és egyformán fontos mind a párt, mind Magyarország számára, és olyan a munkát tett le az asztalra az elmúlt években, évtizedekben, amely a Jobbikot kormányra kerülve is segítheti az elkövetkezendő időszak munkájában, és természetesen a Tolna megyei 2. számú választókerület számára is egyéni országgyűlési képviselőként nagyon hasznos munkát fog tudni végezni, hiszen nem titkoltan erről van szó, hogy nem csak jól szeretnénk szerepelni, hanem szeretnénk megnyerni a választókerületet. Én azt gondolom, hogy erre minden reményünk meg is van, és akkor átadnám a szót Csabának a bemutatkozásra. Üdvözlök mindenkit, a sajtóképviselőt is, illetve a választókerület polgárait. Egy-két szót mondanák magamról, három fiamat Bonyhádon nevelem párommal. Ott is születtem, ott is élek, ott is fogok meghalni nagy valószínűséggel Bonyhádon. És a választókerületet nagyon jól ismerem, munkámból adódóan is a Tolnamegyei Büntetési Végrehajtási Intézetnek voltam 20 éven keresztül a gazdasági vezetője, illetve 10 éve pedig most már a pénzügyi területen dolgozom, és megyei vezetőként ugyanúgy képviselem, illetve járom a vidéket, nem csak a Nyugat-Tolnát, hanem egész Dél-Dunántúli részt alaposan ismerem. Ezért nagyon tisztában vagyok a helyzettel, illetve az itt élők helyzetével, amin megpróbálok javítani, illetve tenni érte, hogy jobb legyen, illetve élhetőbb legyen a környezet. Legfontosabb célkitűzésem nyilván, amint a pártunknak is, illetve hát a legalapvetőbb dolgunk, az elszámoltatás a nulladik lépésünk, illetve utána pedig az vasúthálózat fejlesztése a térségben, ebbe beleértve a közlekedés javítását is, illetve a közlekedési rendszer javítását is, hogy elérhetőek legyenek a vidéki falvak, és leginkább, hogy élhetőek legyenek. Ezen kívül a legfontosabb része még a bérunió, illetve az, hogy olyan munkahelyek teremtődjenek a körzetünkbe, ahol megfizetik az ember munkáját, és normális megélhetést biztosítanak, így jövőjük lesz a fiataljainknak, és bent tudnak maradni a vérkeringésünkben, illetve tudják fejleszteni, továbbvinni jó hírnevét ugye a választókerületünknek, illetve országunknak. Ezen kívül a fontos feladatok közé tartozik még a nyugdíjasok, illetve a vidékfejlesztés feladata mind a vízelvezetéssel, mind a vízszolgáltatással, illetve a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása is nyilván a közúthálózat mellett. Mindezt úgy gondolom, hogy csak úgy lehet tenni, hogyha az ember hisz benne, tenni akar, és ez nem miértünk történik, hanem ez az unokáinkért, illetve a jövőnkért történik, Magyarország jövőjéért. Én röviden ennyit szerettem a bemutatkozásba, bárkinek bármikor szívesen állok rendelkezésére, bármilyen kérdésben, illetve bármilyen kérdésre megadunk a választ. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a jelöltjeink egy nagy része, vagy talán azt mondhatom, hogy szinte minden jelöltünk ott is él abban a választókerületben is, ahogy Csaba is, ahol el fog indulni. Sajnos ez nem minden esetben jellemző más pártoknál van, amikor máshonnan ejtőernyőznek be jelölteket egyes választókerületekbe, de igazán hitelesen én úgy gondolom, azt tudja képviselni a választókerület érdekeit, aki ott él, aki a mindennapjait ott él, és megtalálható, és elérhető. A Jobbik egy a legesélyesebb ellenzéki pártként vág neki a választásoknak,
És hát az üzenetünk egyértelműen az minden olyan embernek, aki a jelenlegi kormányzat tevékenységével elégedetlen, hogy a Jobbikra, mint a legerősebb ellenzéki pártra leadott szavazat tudja őt egyedül hozzásegíteni ahhoz, hogy ez a változás, a kormányváltás bekövetkezzen, és ehhez nagyon fontos nem csak listán, hanem egyéniben is, hogy minél több képviselőjelöltünk megnyerje a saját választókerületét. Én szerettem volna még kiegészítésként elmondani, és hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolunk. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye elmondta azt, hogy választókerületben lakik, de mégiscsak ugye Ponyhádon, Dombóvárjának mégis mit üzenne, mi az, amiért szavaznak majd önre az összegyűlési választásra? Azért, mert alapvetően nem szeretem az igazságtalanságot, és három gyereknevelésen az ember megtanulja, hogy kell igazságot tenni, illetve igazságosan osztani. És nagyon jól tisztában vagyok, hál' Istennek, dombóvári barátaim és ismerőseim által, illetve a környéken lakó ismerőseim által a dombóvári problémákra, illetve arra, hogy, mint ahogy említettem is, az úthálózat mellett, ami úgy általában úgy egy... Úgy gondolom, hogy lerágott csont, hogy nem készült egyetlen egy felújítás sem szinte az egész választókerületben az elmúlt 20 évben lassan, hogy a vasútfejlesztés, ami konkrétan a Dombóvárt emeli ki, illetve a dombóvári élhetőséget, megélhetést emeli ki, hogy a vasútfejlesztés, illetve a vasútnak a újra úgymond a helyzetbe hozása, mind a szállítmányozás, mind a személyszállítás területén, hogy ennek a fejlesztése ez jelentősen javítaná a dombóváriak, illetve a Dombóvár környékieknek a munkaerő piacon való részvételét, illetve a helyzetét.